Színházak, mozik, múzeumok, fitnesstermek, fürdők, állatkertek és játszóházak. Csak néhány azok közül, amelyeket, ha meg lesz a 4 millió beoltott, újra látogathatnak azok, akiknek van védettségigazolványuk. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, akár már jövő szerdán vagy csütörtökön elérhető ez az átoltottság, és akkor a szállodák, valamint az éttermek belső helyisége is kinyithatnak a védettek előtt. 4 millió beoltottnál, és ez szerintem olyan szerda csütörtök a jövő héten, megnyitjuk a szolgáltatások széles körét azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolványon. A 4 millió beoltott a nyitás következő lépcsőfokát jelenti. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban jelentette be. Úgy fogalmazott, a szolgáltatások széles köre megnyílik, de ezeket csak védettségi igazolványjal lehet majd látogatni. Orbán Viktor elmondta, nyitnak a szállodák, az éttermek pedig a teraszok után a belső tereiket is megnyithatják. Látogathatók lesznek védettségi igazolvánnyal a színházak, tánc és zeneművészeti események, a cirkusz, a mozik, az edző és fitnesstermek, az uszodák, a közfürdők, a jégpályák, az állatkertek, a vadasparkok, a kalandparkok, a vidámparkok, játszóházak, múzeumok, könyvtárak és a sportesemények. A kormányfő hozzátette, lépésről lépésre újraindítják az országot. Úgy hangzik, mint egy normális élet. A kormány a koronavírus járvány rohamos terjedése miatt még tavaly ősszel döntött úgy, hogy szigorú korlátozásokat vezet be. Országszerte be kellett csukniuk az éttermeknek, az uszodáknak, múzeumoknak, moziknak és a színházaknak is. Orbán Viktor akkor azt mondta, csak a vakcinákkal kaphatjuk vissza régi életünket. Vigyázzunk egymásra. Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. A tömeges oltás közben megkezdődött, Magyarország most is rohamtempóban halad a vakcinák beadásával. A következő hét közepén már várhatóan eléri a 4 milliót a beoltottak száma, ami ismét mérföldkőnek számít majd. Budapest egyik emblematikus helyszíne, a Váci utca jelenleg így néz ki, bár korábban ez volt a főváros egyik legforgalmasabb pontja, most szinte üres. Bár egymást érik a kávézók és az éttermek, a legtöbb ajtón kinnál a zárva tábla. De ugyanez igaz országszerte, a lazításról szóló bejelentésnek így sokan örültek. Nekem csak az a lényeg, hogy társaságban legyek, nem kell a nagy buli. Csak a közelebbi barátokkal megpróbálunk találkozni újra. Volt, ahol szinte azonnal megkezdődtek az előkészületek a nyitásra. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban azt is bejelentették, hogy a Kölcsönlakás című darabbal indítanak. Nekünk az a jó, hogyha ez a terem estéről estére megtelik. Az élet nem állt meg a színházban, itt a színfalak mögött mi dolgoztunk, eleinte online próbáltunk, aztán most, hogy újra lehet próbálni, maszkban és a megfelelő óvintézkedéseket betartva készülünk az új bemutatónkra. A kormányfő azt is közölte, hogy a kiskorúak a védettségi igazolvánnyal rendelkező szüleikkel együtt bemehetnek majd a látogatható helyekre.